Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Letartóztatásban a lövöldöző férfi akár a győrihez hasonló tragédia is történhetett volna. Iskola érettség, jövőre az oktatási hivatal dönt a gyerek képességeiről. Fenyőfa, Szexárdon már 1000 forintért is lehet vásárolni. Egyenruhások gyűjtöttek, cipős doboz akciót szerveztek rászoruló gyermekeknek a rendőrök. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Letartóztatták a férfit, aki néhány napja lövöldözött Bátaszéken. Épp a volt feleségéhez érkezett, hogy a közös gyerekeikkel találkozzon, viszont az utcán összeszólalkozott a nővel, ezután dördült el a két lövés. Ha a Bátaszéken őrjöngő férfit nem tartóztatják le, akkor könnyen lehet, hogy a győrihez hasonló tragédia történt volna. Ott egy apa láthatáson ölte meg két gyermekét, majd magával is végzett. Úgy tudjuk, ebben a házban lakik a nő, akinek a volt férje lövöldözni kezdett az utcán. A férfi a közös gyerekeiket jött meglátogatni, amikor az utcán szóváltásba keveredett korábbi feleségével. A nő segítségére a baráta is siettek. Ekkor vette elő a volt férje az engedély nélkül tartott pisztolyt, amivel két lövést adott le. A férfit ugyanitt az utcában fogták el a rendőrök. A kihallgatás után azonnal meg is gyanúsították felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértés kísérletével, valamint az engedély nélkül magával vitt fegyverért is felelnie kellett volna. Csak hogy később a rendőrök újra kihallgatták őt és a bántalmazott nőt, valamint a segítségére siető tanukat is. Ezek eredményeként pedig a korábbiaknál sokkal súlyosabb bűncselekményekkel sikerült a lövöldöző férfit meggyanúsítani. A feleségét ugye a cselekmény helyszínén elkezdte rángatni, és nem engedte őt vissza a házba. Ennek hatására a férfi gyanúsítottként hallgatták ki, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértése büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, valamint kapcsolati erőszak vétség elkövetése miatt. A rendőrök végül indítványozták, hogy a férfi a lehető legszigorúbb kényszerintézkedést, vagyis letartóztatást kapjon. Melyet a mai napon a bíróság el is fogadott, és a férfit 30 napra letartóztatásba helyezte. A férfivel szemben továbbá egyéb intézkedéseket is foganatosítottak. Ezek közül az egyik az, hogy vele szemben megelőző távoltartás intézményét rendelte el a bíróság. Ha a rendőrök nem gyanúsítják meg a súlyosabb bűncselekménnyel a férfit és nem kezdeményezik a letartóztatását, akkor akár olyan tragédia is történhetett volna, mint nemrégen Győrben, ahol egy korábban a saját feleségét egy kalapáccsal bántalmazó családapa megölte két gyermeküket a harmadik szeme láttára, mielőtt magával is végzett volna. Hamis vád és hamis tanúzás miatt feljelenti egy dombóvári vállalkozó a település korábbi polgármesterét. Az egykori városvezető ugyanis korábban épp fordítva a vállalkozót jelentette fel, azt állítva, hogy a férfi ráhúzta az autója kormányát, miközben kerékpározott. A bíróság viszont most, 3 év után, jogerősen is felmentette a közúti veszélyeztetéssel vádolt vállalkozót, aki sajtótájékoztató keretében arról számolt be, hogy most ő jelenti fel a korábbi városvezetőt, és polgári peres igényt is benyújt ellene. 2020. január 1-től nem a szülők, óvónők döntik el, hogy felmentik-e a 6 éves gyermeket a beiskolázási kötelesség alól, hanem egy országos hatóság, az oktatási hivatal adhatja ki ezeket az engedélyeket szakértői vizsgálat alapján. A cél, hogy kiszűrjék az indokolatlan felmentéseket. Az óvodás gyerekek kötelesek iskolába menni abban az évben, amiben augusztus 31-éig a 6. életévüket betöltik. Ez alól eddig az óvoda mentette fel az iskola érettséget vizsgálva, illetve a szülő is kérhette, hogy tartsák vissza 1 évig a gyerekét. Ám egy törvénymódosítással ez 2020. január 1-től megváltozik. Jövő évtől ugyanis az oktatási hivatal bírálja el az iskola érettségi felmentéseket. Így, ha a szülő úgy véli, nem érett még a 6 éves gyermeke valamilyen ok miatt az iskolába járásra, akkor a hivatalhoz kell kérelmet benyújtania. Ezzel sokak szerint körülményesebbé és nehezebbé válik annak elintézése, hogy a gyermeket visszatartsák az iskolától. A Tolna megyei pedagógiai szakszolgálat főigazgatója viszont úgy véli, ezzel az új eljárással ki lehet majd szűrni az indokolatlan felmentéseket.
változást az indokolta, hogy kiszűrjék azokat az eseteket, amikor esetleg indokolatlanul maradt a gyermek az óvodában, tehát hogy ne fenntartói kérdések döntsenek arról, hogy most egy gyermek mehet-e iskolába, vagy ne kényelmi szempontok döntsenek arról, hogy mehet-e iskolába, vagy nem, hanem a gyermek mindenek felett álló érdeke, tehát ha érett, alkalmas, akkor menjen, ha meg nem, akkor maradjon. A szakértői vizsgálat során nézik a gyerek tér- és időbeli tájékozódását, gondolkodási képességét, vizuális emlékezetét, beszédét, továbbá egy sor másik képességet. Azokat az iskolai készségeket nézzük, amelyek az alapkultúrtechnikák elsajátításához szükségesek, tehát az olvasás, írás, számolás elsajátításához szükséges alapkészségeket tulajdonképpen. Általános tájékozottság, grafomotoros készség, tehát az íráskészség vagy rajzolási készség még ugye óvodában, de nyilván ez későbbi írásnak az alapja. Azok a szülők, akiknek a gyermeke tanköteles korú, de szeretnének egy év halasztást kérni a beiskolázás alól, januárban adhatják be kérelmüket az Oktatási Hivatal internetes felületén. Az elbírálást pedagógiai szakértők végzik. A Tolna megyei Balassa János Kórház közleményben tudatta, hogy hétfőtől egészen január 2-án reggel 8 óráig ingyenes lesz a behajtás és várakozás az intézménybe érkező járművek számára. A gépjárművel közlekedőket kérik a kórház területén érvényes forgalmi rend betartására és a szabályos megállásra, mivel a kórház zavartalan üzemeltetése érdekében a közlekedést akadályozók az ingyenesség mellett is pótdíjjal sújthatók. Akár 1000 forintból is lehet lucfenyőt venni Szekszárdon, az ezüstfenyő és a Nordman fenyő eladási ára méterenként azonban 6000 forint is lehet. A tapasztalat szerint hónap elején a cégek és a közintézmények veszik meg a fákat, a magánszemélyek közül sokan pedig szinte az utolsó pillanatig kivárnak. 1000 forintos lucfenyők is vannak, mint például mondjuk ez, körülbelül ennek ennyi a piaci értéke. Akár már egy doboz cigarettárából is lehet karácsonyfát venni. Itt a szekszárdi Szépkert faiskolában ennyibe kerülnek a legolcsóbb luccok. Egy földlabdás nagyjából 2 méter magas Norman pedig 15000 forint körül van. A tapasztalat szerint hónap elején a cégek és a közintézmények veszik meg a fákat, a magánszemélyek közül sokan pedig szinte az utolsó pillanatig kivárnak. Mindenki úgy van, mint a kenyérrel, hogy december 20-áig kivár és 20-23-áig vásárolja meg a fenyőfát. Ez most már évek óta így van, ez köszönhető a kínálati piacnak. Az utolsó pillanatig viszont nem szerencsés várni, mondja az eladó, addigra ugyanis a legszebb fákat már elviszik. Leginkább egyébként még mindig a Normandot szeretik legjobban a magyarok. Ennek egyszerű oka van, nem hullik, mutatós, formás fenyők, nyilván drágább, de ha úgy nézzük, egy doboz cigaretta 1440 forint, akkor ne sajnáljunk egy fenyőfára 5-6 ezer forintot. Tulajdonképpen csak le kell mondani 3 doboz cigarettáról. A hagyomány szerint egyébként a karácsonyfát legkorábban vízkeresztkor, vagyis január 6-án szokás lebontani. Addig még a fűtött házakban és lakásokban is szinte valamennyi fa kibírja komolyabb levélhullatást. nélkül. Másfél millióan kerestek kevesebbet tavaly, mint a létminimum, derül ki a Magyar Szakszervezeti Szövetség megbízásából készült felmérésből. A 2018-as adatok szerint mindössze 2,9 millió embernek van éves szinten minimálbérnél magasabb bevallott jövedelme. A dolgozói társadalom felső 10%-a változatlanul annyit keres, mint az alsó kétharmadba tartozók. Rászoruló gyerekeknek szerveztek cipős doboz akciót a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. Az egyenruhások heteken keresztül gyűjtötték az ajándékokat, hogy azokat nehéz sorsú nagydorogi óvodásoknak és iskolásoknak adhassák karácsonyra. Egyenruhás rendőröktől vehették át a karácsonyra összekészített csomagjaikat a nagydorogi gyerekek. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai cipős doboz akció keretében gyűjtöttek heteken keresztül, hogy így tegyék szebbé a kicsik karácsonyát. Ennek az egésznek igazából a célja az, hogy mi is megtapasztaljuk azt, hogy milyen érzés adni, milyen érzés azokat az embereket segíteni, akiknek nem biztos, hogy a fa alá sok ajándék kerülne, és a kollégáim önzetlen szándékának köszönhetően a mai napon ismét legalább 5-6 tucatnyi csomagot fogunk tudni átadni a nagydorogi óvodásoknak és iskolásoknak.
Abban, hogy a rendőrök által gyűjtött ajándékok valóban rászoruló gyerekekhez jussanak el, a Tolna megyei Róma Nemzetiségi Önkormányzat korábbi képviselője is segített. Ő régóta dolgozik együtt társadalmi munkában a rendőrség nemzetiségi kapcsolattartóival. Jó szoros kapcsolatokat próbálunk teremteni egymás között, és ezzel kapunk lehetőséget, és ezzel mi alázattal próbáljuk ezeket a dolgot kezelni, és úgy élünk ezzel a lehetőséggel, hogy éppen lehet. Nagydorog polgármester azt mondja, nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy az egyenruhások a faluja gyerekeinek gyűjtenek. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a kis településünk elmaradott gyermekeire gondoltak, úgyhogy ezt nagyon nagy örömmel fogadja a falu, és nagyon megható, és nagyon szépen köszönjük még egyszer. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai nem most először segítettek karácsony előtt rászoruló gyerekeknek. Tavaly az Észak-Tolna megyei Páriban tettek ugyanígy. Karácsonyi műsorral és ajándékkal kedveskedtek a Bonyhádi Idősek Otthona lakói vendégeiknek és az otthon dolgozóinak. Az ünnepi előadás után a szépkorúak is ajándékot kaptak. Emlékszem, olyan hideg is volt, hogy voltál mínusz 20 fok is, csak úgy csikorodott. Az orrunk alatt megfagyott a pára. Saját gyerekkori, a karácsonyhoz kapcsolódó történeteiket osztották meg a Bonyhádi Idősek Otthonába élő szépkorúak az odaérkező vendégekkel és az otthon dolgozóival. A Bonyhádi Idősek Otthonában többen már 80-90 évesek és demenciában szenvednek, ezért az ünnepi műsorra való felkészülés több napot is igénybe vesz, mondta az intézmény szakmai vezetője. Kihangsúlyozva, hogy minden évben lelkesen készülnek az idősek a műsorra, hiszen ez az egyik legfontosabb esemény az életükben. Ez minden évben egy hasonló tematika szerint zajlik gyakorlatilag. A lakóink készülnek egy nagyon kedves, megható és színvonalas műsorra, mint minden évben. Polgármester asszony ellátogat hozzánk, ő is köszönti a lakóinkat, ugyanúgy, mint ahogy azt az intézményvezető is megteszi. Aztán pedig hát következik a napfénypontja, az ajándékozás. A Bonyhádi Gondozási Központ vezetője, Sebestyény Ósolya képes összeállítása emlékezett meg azokról az eseményekről, amelyeken az otthon lakói is részt vettek, visszatekintve így az elmúlt időszak közös élményeire, majd ő is átadta ajándékát. Egy teljesen más típusú ajándékkal készültem. Ez a láng, ez Betlehemből származik, és szerdán volt fönt a nappali ellátás keretein belül a karácsonyi ünnepségünk. Ott kaptuk az egyik hozzátartozótól, és úgy gondoltam, hogy elhozzuk hozzátok, hiszen a szeretet lángjának mindenhol égnie kell, úgyhogy fogadjátok sok-sok szeretettel tőlünk. Az ünnepi műsor végén a szépkorúak átadták ajándékaikat az odaérkező hozzátartozóknak, vendégeknek és az otthon dolgozóinak. Ezzel is megköszönve a rájuk fordított időt, foglalkozást. A társadalmi társulások polgármestereinek és a média képviselőinek ismertette idei évüket a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Évzáró eseményükön. A cég a 2020-as évben további fejlesztéseket hajt végre az általa üzemeltetett létesítményekben. A TEI társulás tagjai örömmel fogadták, hogy ismét naprakész információhoz juthattak a hulladéktárolás helyzetéről. Idén is biztonságosan üzemeltek a hazai radioaktív hulladéktárolók. Hangzott el Kereki Ferenc előadásában. A radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Tartalmas és eredményes évről számolt be. A Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktárolóban a biztonságos üzemeltetés mellett 250 méterrel a felszín alatt jelenleg a harmadik kamra vasbeton medencéjének kialakítása zajlik. A már elkészült második kamrába a jövő évben kezdődhet meg az új, úgynevezett kompakt hulladékcsomag betárolása. A kiégett kazetták átmeneti tárolójában az idei esztendőben összesen 270 darab fűtőelemet szállítottak át az erőműből. Ebben a modulszerűen bővíthető létesítményben négy újabb, a tárolócsöveket körülölelő vasbetonkamra kialakítása kezdődhet el jövőre. A hatékonyabb kommunikáció érdekében teljesen megújult az RHK Kft. Honlapja, elektronikus hírlevélre váltottak, és belső kommunikációjukat is erősítették. A TEI társulás tagjai örömmel fogadták, hogy ismét naprakész információhoz juthattak a hulladéktárolás helyzetéről.
Én azt gondolom, hogy egy jó kapcsolat, egy kölcsönös egymásra utalás van ugye a tevékenységek folytán. Én azt gondolom, hogy jó a munkakapcsolat, de ezt folyamatosan felül kell vizsgálni, folyamatosan meg kell nézni, hogy ahogy haladunk előre itt a munkában, illetve az időben, hogyha valami változás, változtatásra van szükség, akkor azt úgy hangoljuk össze, hogy a továbbiakban is, illetve hogy hosszú távon is ez a jó együttműködés és ez a jó munkakapcsolat megmaradjon. A teit részéről, illetve én a magam részéről maximálisan erre törekszem. Nagyon-nagyon fontos feladatot lát el az RHK, nagyon felelősségteljes feladatot. Ügyvezető igazgató úrtól is örömmel hallottam, hogy nekik is a tevékenységük során elsődleges a biztonság. További fontos fejlemény, hogy a társaság a 2020-as esztendőben is folytatni kívánja a geológiai kutatómunkát a Nyugatmecsekben. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Titkon szülte meg gyermekét, majd eltüntette, festékes vödörben találták meg a rendőrök a halott babát. 11 nemzetiségi önkormányzatot ünnepeltek Pécsen, átadták a nemzetiségi díjat. Nagy volt az öröm a vasasi iskolában, ajándékokat vittek, sőt még meccseltek is a gyerekekkel a PVSK-s kosarasok. Nemzetiségek napját rendeztek meg szerdán este Pécsett a Koch Valéria iskola központban. A színpadon többek között iskolások és különböző Pécsett élő nemzetiségek táncosai, énekesei, versmondói léptek fel. Az eseményen átadták az idei nemzetiségi díjat, a faluhelyi Ferenc díjat is. Német nemzetiségi hagyományát ápolja immár 46 éve Heil Helmut is, aki a Fünfkirchenlövei táncegyüttes művészeti vezetője, koreográfusa. A táncegyüttes 1973-ban alakult a gimnázium német nemzetiségi tagozatán tanuló diákokból. Ma már a Koch Valéria iskola központból kerül ki az együttes fele. Vezetőjük az eseményen vehette át a Pécsváros által odaítélt nemzetiségi díjat, a faluhelyi Ferenc díjat. Mindig jó, hogyha az embernek a munkáját valahol azért értékelik a hosszú évek során, de hát az ember nem ezért dolgozik. Most én is, mint sváb gyerek, ugyebár belenőttem ebbe az egész kultúrába, otthonról az anyatejjel szívtam magamba ezt a kultúrát, szokásokat, hagyományt, a nyelvezetet, és azt hiszem, hogy itt egy dologra, aki ismer, azt tudja, hogy nekem nagyon fontos az identitás. Gazda kultúránkra, örökségünkre emlékezett a Nemzetiségek Napja rendezvény, hiszen Pécsett évszázadok óta együtt él 11 nemzetiség, akiknek fontos, hogy őrizzék a kultúrájukat. Pécs nagyon büszke arra, hogy sok nemzetiségű város. Emlékszünk még arra, hogy jövőre lesz 10 éve, hogy Pécs városa Európa kulturális fővárosa volt, és annak az egyik kulcs üzenete volt, hogy multikulturális város, és mi szeretnénk ezt megtölteni tartalommal. Boldogsággal tölt el bennünket, hogy idén 11 nemzetiségi önkormányzata van Pécs városának, ami azt jelenti, hogy két újabb kisebbségi önkormányzattal gazdagodott a kínálatunk. Nagyon boldogok vagyunk, mert úgy hiszük, hogy ettől Pécs igazán színes. Ezeket az értékeket, amelyeket őseink magukkal hoztak, tovább kell örökíteni. Az ilyen rendezvények is kiválóan alkalmasak erre, legyen szó népdalokról, táncokról, mesékről, tradicionális foglalkozásokról. A Nemzetiségek Napja ünnepi rendezvénynek Pécsett a Koch Valéria iskola központ adott otthont. Halott csecsemőt találtak a rendőrök a Baranya megyei Versenden. December 18-án érkezett egy bejelentés, miszerint egy állapotos nő valószínűleg titkon szülte meg gyermekét, majd a babát eltüntette valahová. A rendőrök a ház udvarán egy szekrényben találták meg az újszülöttet egy festékes vödörben. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság emberölés miatt rendelt el nyomozást. Én nem is tudom elképzelni a Krisztáról ezt. Mondta stábunknak ez az asszony a Versenden történt tragédiáról. A baranyai településről egy 4 gyermekes anyuka miatt érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint titkon szülte meg 5. gyermekét, a csecsemőt azonban elrejtette. A helybeli nő azt mondja, megdöbbentette a hír, úgy tudja, jó kapcsolatban áll az asszony és a párja. Mindig láttam őket, arra lakik az én lányom is, akkor hát jó voltak. Gyerekeket is... Hát most egyszer történt egy ilyen baleset, hogy valamit a forró vízbe esett a pici lány. Információink szerint az apa többször is kezet emelt a nőre és a 4 leánygyermekre is. Azt azonban, hogy mi vezethetett a tragédiához, a lakosok sem tudják. Kollégáim azonnal kimentek a nőhöz, aki először azt mondta, hogy nem volt terhes, és az orvosi vizsgálatot is önként vállalta. A kórházban azonban megállapítást nyert, hogy a nő vélhetően a közelmúltban szülhetett, és azonnali műtétre van szüksége.
Ezt követően a nő már elmondta, hogy valóban szült, és hogy az újszülöttet egy festékes dobozba rejtette el. A festékes dobozt a rendőrök megtalálták a ház udvarán, benne a halott újszülöttel. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, hiszen felmerült az idegenkezőség gyanúja. Azonban a 36 éves nőt egyelőre nem tudják kihallgatni, jelenleg kórházban kezelik. Karácsonyi műsorral készültek a Baranya megyei Platánliget otthon lakói Bolyban. A 64 éve működő intézményben több mint 250 középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermeket, illetve felnőttet gondoznak. Az énekes verses ünnepségen részt vett a Baranya megyei közgyűlés elnöke. Őri László elmondta, a megyei önkormányzat fontosnak tartja, hogy az adventi időszakban minél több ilyen intézményben látogassanak el. Az elnök köszöntőjében köszönettel tartozunk a bói otthonban ápolói, gondozói feladatokat végző közel 160 dolgozónak. Aki a mindennapokban, az év 365 napjában itt van, dolgozik és gondoskodik erről a több mint 250 értelmi fogyatékos ellátottról, köztük közel 40 gyermek is itt lakik Bolyba, és természetesen a karácsony közelettével szerettünk volna a gyermekeknek egy kis meglepetéssel, ajándékkal is kedveskedni, ezért az intézmény vezetői, a szociális dolgozók összeírták azokat a kívánságokat, amelyeket a Jézuskától karácsonyra várnak ezek a gyermekek, és ezeket megvásároltuk, és a mai napon a karácsonyi készülődés jegyében egy kedves közös éneklés keretében át is adtuk. Plüssök, sportszerek, játékok és sok egyéb gyűjt össze a PVSK Veolia csapatának felhívására. A szurkolók a Sopron elleni mérkőzésre vitték el az ajándékokat, a csapat pedig a Vasashírdi általános iskolában vitte el azokat, sőt látványos mérkőzést is játszottak a tanulók ellen. Megérkeztek a kosárlabdázók Pécs-Vasasra. A Sopron elleni hazai mérkőzésen összegyűlt plüssöket, írószereket és játékokat hozták el személyesen. Sőt, a csapat vezetősége belépőjegyeket is felajánlott az intézménynek, hogy minél többen látogassanak el a PVSK meccseire. Az iskolának szüksége is van a segítségre, hiszen nehéz anyagi körülmények között élő családok gyermekei járnak hozzájuk. Hát a Vasasi Általános Iskola Pécs legkeletibb általános iskolája. 120 gyerek jár ide az iskolába, zömmel azért nem túlzott a jó anyagi helyzetű családokból érkeznek a gyerekek hozzánk. 95%-ban innen a településről, Somogyból és Hírdről, és nagyon nagy örömmel vettük ezt a felajánlást a PVSK kosarasaitól, hiszen nálunk is a kosársport hosszú évtizedekre visszatekint. A kosarasok nem csak elhozták az ajándékokat, de eleget is tettek a kihívásnak, és szívesen kosaraztak a gyerekekkel. Természetesen egy-két zsákolás, látványos megoldások, és néhány három pontos is belefért a játékba. Nem számoltuk, de talán ezt a mai mérkőzést megnyertük. Úgy érzem, de viccet félretéve inkább a jó hangulat volt a fontos, ügyesek voltak a srácok is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tudtunk velük játszani. A barátságos mérkőzés végén közös fotózás is volt, sőt autogramot is osztottak a PVSK Veolia játékosai. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Letartóztatásban a lövöldöző férfi, akár a győrihez hasonló tragédia is történhetett volna. Iskola érettség, jövőre az oktatási hivatal dönt a gyerek képességeiről. Fenyőfa, Szekszárdon már 1000 forintért is lehet vásárolni. Egyenruhások gyűjtöttek, cipős doboz akciót szerveztek rászoruló gyermekeknek a rendőrök. Folytatódik a hétvégén a változékony, az évszakhoz képest enyhe idő. Szombaton tartós, heves esőre kell készülni, vasárnap pedig délután kell számítani csapadékos időjárásra. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Viszontlátásra!